Mintegy 50 külhoni munkatárs vett részt az idei tudósító találkozón az egész Kárpát-medencéből. Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről és Szlovéniából is jöttek vendégek. Hajner István, pozsonyi operatőr stábja Szlovákiából tudósítja a magyar közmédiát. Informálódás céljából érkeztünk ide, fontos dolognak tartom, úgy gondolom legalábbis, hogy jó hallani azokat a problémákat, előnyöket, szervezési dolgokat más szájából is, amikkel mi is küzdünk, mi is találkozunk a mindennapi munkánk során. Gyakorlati haszna van annak, ha tapasztalatot cserélnek az egymástól több száz kilométerre alkotó stábok, hangzott el a találkozón. Meg kell ismerni egymás problémáit és egy-egy stáb előnyeit is, mondták a résztvevők. Külön köszönet azért, hogy az MTVA vezérkara itt volt, tehát ettől közvetlenebb és egyenesebb kapcsolatot nehéz lenne elképzelni, hiszen nyíltan mindenki elmondhatta, hogy mi az, ami nyomja, és mi az, ahol javítani lehetne a dolgokat, hogyan lehetne még jobban, még pörgősebbé, még hatékonyabbá tenni az együttműködést, úgyhogy ez a három nap a Kárpát-medence egyik legszebb városában, mert szerintem Szabadka a Kárpát-medence egyik legszebb városa, ez több mint hasznos. A magyar közmédia műsoraiban nagy mértékben foglalkoznak a külhoni magyarságot érintő kérdésekkel, ebben pedig kiemelt szerepe van a Pannon RTV munkatársainak, mondta Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója. Példaértékű az a munka, amit a szabadkai kollégák végeznek. Én úgy gondolom, számos olyan esemény történt, számos olyan helyzettel szembesültünk, amiben ők vitték a munka dandárját, és amire azt mondom, hogy szerintem az egész magyarság büszke lehet, hiszen nélkülük nem kaphattuk volna meg azokat a híreket, amikre szükségünk volt. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy vendégül láthattuk az egész Kárpát-medence tudósítói hálózatát és a magyar közmédia vezetőségét, mondta Kozma Zoltán. A Pannon RTV műsorigazgatója az elismerő szavak kapcsán kiemelte, a riporterek, újságírók, szerkesztők csak teszik a dolgukat. Különleges helyzetben vagyunk, hiszen mi nem csak a saját vidékünkről tudósítunk, hiszen hát a történelem és a napi aktualitások úgy kívánták meg, hogy Boszniából, Bulgáriából és egyéb helyekről is kértek tőlünk anyagokat. A Kárpát-medencei tudósítók küldetése, hogy bemutassák, hogyan élnek a határon túli magyarok, milyen mindennapi gondokkal szembesülnek, és milyen örömeik és ünnepeik vannak, hangzott el az eseményen.